A következő bajnoki mérkőzésre készülnek éppen a kozármislenyi kézilabdázók. A lányok, akár csak edzőjük, feszülten figyelték a magyar férfi válogatott EB szereplését. Kovács Tamás a portugálok elleni győztes találkozót családjával a helyszínen szurkolta végig. A fiúk számára azonban a keddi vereséggel befejeződött az Európa-bajnokság. Én azt gondolom, hogy egy nagyon kiváló játékos állománya rendelkezik ez a magyar válogatott. Sajnos nem sikerült az alapelvárás nekik, amit ugye mindenki úgymond rájuk tett, és szerintem önmaguknak is ezt várták, hogy legalább a középdöntőbe bejussanak, itt azonban a nyolcba. Nagyon jó játékosaink vannak, de valószínűleg valamilyen hibát elkövetünk a képzési rendszerbe, hiszen rendre lemaradunk a legjobbaktól. Nálam sokkal okosabb emberek majd kitalálják ezt, hogy mi a jó megoldás. Kovács Tamás elmondta azt is, hogy rengeteget változott a sportág az utóbbi években, évtizedekben. Jelentősen megnövekedett a dinamikája a sportágnak, sokkal látványosabb. Gyakorlatilag ma azt kell mondjam, hogy az atléták a főszerep, atléták, akik keverednek a gladiátorokkal. A szakmai vezető elárulta azt is, hogy papírforma eredményre számít a kontinens viadalon. Kovács Tamás szerint a dán, spanyol és francia hármasból kerül majd ki az EB győztes csapata.